Megvonta első államfői mandátumának mérlegét Klaus Johannis államfő. Azért döntött úgy, hogy ezt az elnökválasztás után mutatja be, mondta, mivel szerinte a jelentés tartalma elpolitizálódott volna a választási kampányban. A fost 5 ani cu Első mandátummal a legfontosabb hozadékának azt nevezte mérlege ismertetésekor Klaus Johannes államfő, hogy sikerült Romániát egy demokratikus és Európa párti pályán tartani. Következetesen és kompromisszumok nélkül tartotta szem előtt az ország stratégiai céljait, így megszilárdította azt az alapot, amelyre az elkövetkező években egy normális Romániát építhetünk, fogalmazott. Johannis kiemelte és saját érdemének állította be a védelmi költségek a belföldi osztálymék 2%-ára növelését, ami a belpolitikát illeti az államfő úgy ítélte meg, hogy a rendelkezésére álló minden alkotmányos eszközt felhasznált az állami intézmények működésének megváltoztatása, a választási mechanizmusok, a pártok, a politikai osztály megreformálása érdekében. Szerinte prioritást élvezett számára az oktatás és az egészségügy is, bár konkrét eredményeket ezek kapcsán nem tudott felsorolni. A kisebbségvédelem kérdését az egyes kisebbségek népi kulturális örökségére szűkítette le. Mandátumom ideje alatt követtem, hogy a hatóságok és közintézmények tartsák tiszteletben az önazonossághoz való jogot, valamennyi állampolgár garantált hozzáférését a kultúrához és a szellemi fejlődéshez. Külön figyelmet szenteltem a kisebbségek kulturális értékeinek a megóvásának, amelyel értékteremtően hozzájárulnak az össznemzeti kulturális vagyonhoz, az alkotói szabadságnak és a kultúrák közötti párbeszédnek. Az elnöki hivatal honlapján közzétett 833 oldalas teljes jelentésben egyébként a magyar szó egyetlen egyszer sem szerepel, mintha az ország legnépesebb kisebbsége nem is létezne. Pontosabban egyszer a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elemeként, amelynek kongresszusain elnöki üzeneteket olvastak fel. Johannes. Ezt azonban politikai pártként és nem kisebbségi szervezetként kezeli. Klaus Johannes no, ha már november 26-án megválasztották, második mandátumát csak szombaton kezdi meg, amikor a parlament kétházának együttes ülésén leteszi az esküt.